Amint azt a műsorunk elején már jeleztük, mai vendégeink a Kincsvadász Quiz fődíjának nyertesei. Akik egy marosvásárhelyi játékos kedvű házaspár tagjai. Néhány nappal ezelőtt már találkoztunk velük, amikor otthonukba szállítottuk a főnyereményt. Most itt vannak velünk a stúdióban, szeretettel köszöntjük a Boér házaspárt, Lászlót és Gizellát. Köszönjük, hogy befáradtak, és köszönjük, hogy itt vannak velünk. Köszönjük szépen. Arra gondoltunk, hogy először is megmutatnánk a nézőinknek, amikor megleptük önöket, és hazavittük a főnyereményt, és nézzük meg együtt, mit gondolnak ezt a bejátszást, jó? Jó. Már csak néhány perc és pillanat választ el minket attól, hogy ezt a csodás nyereményt átadjuk a jogos jövendőbeli tulajdonosainak. Itt is vagyunk már. Még néhány lépés, fiúk. Szabó Éva vagyok az Erdélyi Magyar Televíziótól. Meghoztuk a nyereményt. Kívánunk! Boldog új évet kívánok! Már egy éve várnak! Boldog új évet! Szabó Éva, örvendek! Hát kell hely nekünk! Reméljük, hogy van! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Önök, amikor elkezdtek játszani a kincsvadásszal, volt egy ilyen remény, vagy érzés önökben, hogy hát, ha nyerünk? Hát, ezt tetszik tudni, úgy kezdődött, hogy egy este megláttam a kérdést. És mondom a férjemnek, hogy én ezt tudom. És azt mondja, hogy na, akkor írjunk SMS-t. És akkor írtunk mind a kettőnk nevébe. Gyakran játszanak? Hát elég gyakran, nem mondhatni. A feleségem a vezető, én vagyok a navigátor. Hát a múltkor például nyertünk egy színházjegyet a Vásárhelyi Rádióval. Akkor a férjem nyert. Férjemnek a telefonja. És van egy régi közmondás, aki nem játszik, nem is nyerhet. Pontosan. Hát tehát ez üzeni mindenkinek, aki most arra gondol, hogy ó, miért nem játszottam, és innen nyertem. Biztos. Így van a Lottonál és Lozenpliknél mindenhol. Nagyon örülünk, hogy elhozhattuk ide önöknek, és akkor találkozunk a stúdióban. Nagyon szépen köszönjük. Én még nem gratuláltam önöknek, úgyhogy engedjék meg, hogy én is gratuláljam a nyereményhez. Azt néztem közben amúgy, hogy akkor az a tévé meg az autóba, és nem tudom, hogy tudták a kollégák betenni. Bizony, az maradjon a mi titkunk. Igen, bizony. Milyen érzés volt önöket visszanézni? Hiszen saját magukat, ugye? Saját magukat. Kellemes. Egy kicsit a hangom olyan furcsa. Ugye? Igen. Általában így van, ugye a belső fülünkkel halljuk önmagunkat, és aki először, vagy ritkán hallja
hallja vissza magát, így kívülről meglepődik, hogy ilyen hangom van. Bizony. Így van. Na de akkor áruljuk el, vagy én arra kérném önöket, hogy akkor meséljenek egy kicsit, hogy milyen érzés volt, vagy hogy úgy hallottam, hogy először talán arra gondoltak, hogy ez egy átverés. Mikor tudatosult, hogy tényleg valójában önök nyerték meg a televíziót, a síkképernyős televíziót? Bizony. Ne hagyjuk ki ezt a szép nem is szót. Akármilyen, igaz? Igen, bizony. Hát 24-én, amikor felhívtak. Tehát rá 20 percre, ahogy a sorsolás megvolt, én se tudtam. Bizony, tehát rá 20 percre már telefonáltak is. Igen, és hát nem akartam elhinni. Mondom a férjemnek, hogy nyertünk. Azt mondja, hogy én nem akarom elhinni. Nos, akkor... Ráadásul látták, hogy mi Márton Gizellát húztunk igen. ki, ugye? Igen. És önök Boyér. És ennek a hatásán mondom a feleségem, na hagyj békit, zárd le a tévét, menjünk ki ebédelni. El voltak keseredben, mi Márton Gizellát húztunk ki. Igen, mert volt egy olyan kérdés, hogy a libát. Igen. Mikor eszünk, vagy kihez kötődik? Akkor én írtam az SMS-be, hogy Szent Márton, és nem tettem pontot, és Gizella. Én nem írtam a teljes nevemet, csak Gizella. És így lett Márton Gizella, Szent Márton Gizellából. Na, de a lényeg, hogy nyertek, és önök nyertek végül is. És a telefonban megszólalt Gizella, hogy ki nyert a tévét. Te nem tudod, viszont mi igen, és azért addig a felvétel, hogy kivesszük a dobozból, megmutatjuk, de nem csomagolták ki teljesen a fiúk, mert jelezték, hogy komoly tervük van, és már még előtte, hogy megnyerték, már megvolt a tervük, hogy akkor hova mi lesz, kerül mi a televízió, a bizony. A kislányunknak adtuk, van két unokánk, és nekik volt egy tévéjük, és mondtam, hogy még egy tévét kell vegyünk. Uh-huh. Nem, nekik elég bőven, nyugodtan egy tévé, és ők a gyerekek van, amivel szorokozanak. De most, hál' Istennek sikerült, úgyhogy most erőszakkal is odaadtuk a tévét. Nem sértődnek meg, hogy elmegyünk, mint ahogy kisgyerekes házaspárnál. Rajzfilm megy egész nap. Tehát nem forma egy, meg nem hasonló. Hát, nagyon nem megy, mert a kislány nem engedi, tanárnő, de viszont nem engedi a gyerekeket. De mondjuk egy-két órát most a vakáció idején, természetesen, így van, így van. Hát akkor gondolom, hogy mindenki örült az ajándéknak, az egész család is. Biztos. Kellett volna ilyen kis fotókat, ilyen kandikamerás fotókat készíteni, hogy lássuk a család arcát, úgyhogy... A legjobb az lett volna, ha... tévét oda viszi. Igen, bizony. Csak hogy csengetünk, majd gyertek. Kellett volna, akkor még egy bejátszást, akkor igen, utána tovább igen, menni. Igen. Szép élmény van, biztos. És ilyen nagy nyeremét nem nyertünk még eddig. Hát ez tény. Még a stúdióban is alig fér be, nem úgy még az autóba, biztos. És akkor még egy házba is. Nagyon örülünk, és nagyon-nagyon jó érzés volt ezt már, amikor ott voltunk is említettük. Mi is, a tévé dolgozói igen. is, hogy tényleg láttuk, hogy mi beszélgettünk, de úgy volt vele, hogy inkább itt ismételjünk meg néhány dolgot, amit már megtudtunk önöktől. Például azt, hogy László és Gizella szinte kezdettől néznek. Tehát csak azért nem az első pillanattól 2008 őszétől bennünket, mert még nem volt set-top boxuk, de aztán gyorsan beszerezték, igen. és néznek bennünket. Akkor jól bizony. Megérdemelt bizony. Igen, megérdemelt igen. ajándék. Ráadásul Gizella felsorolta a műsorainkat, de nem csak felsorolta nekünk, hanem meg is mondta, hogy melyik nap, hány órától van az a műsor, amit néz. Tehát annélkül levizsgázott, hogy mi vizsgáztatni akartunk volna. Na de azért mi hajlandóak vagyunk kritikát is elfogadni, úgyhogy pontosan egy kicsit erről is kérdeznénk önöket, hogy milyen műsorok azok, amiket néznek esetleg, mit hiányolnának szívesebben, esetleg, vagy mi az, amit hiányolnak a tévében? Bátran ki lehet mondani. Hát például a kincsvadászatot azt nézzük, uh-huh. a sajtóprést, amit engem nagyon-nagyon érdekel, a feleségem mondjuk a többi adást. De ezt a sajtóprést, ezt majdnem mindig megnézem. És én pozitív kritikát, tehát olyan jellegűt, amivel nem húz le, hogy mi sírva fakadjunk, de azért úgy meggondoljuk, hogy aha, lehet, hogy jó ötlet. Ilyesmire gondolt Tivadar. Megfordul-e a fejükbe, hogy szeretjük, rendben van, de van-e ilyen gondolatuk? Nincs, nem mondhatni, nincs. Esetleg egy kedves téma, mint akár, miért nem, mi fel is kaphatnánk. Igen, új műsor témára javaslatuk, használják ki a lehetőséget. Ha most bármi. Például
futballból nagyon-nagyon keveset. Uh-huh. Pont a erre gondoltam. A sportból megint nagyon keveset tetszenek mutatni. Uh-huh. Például az újságban nem is lehet olvasni. Például az Ármátáról is, mi történt? Nem, mindjárt kell kezdődni. A bajnokság semmi se volt. Igen. Na, ezt nagyon hiányoljuk, biztos. De biztos ön is tudja, hogy ennek mi van a hátterében, ugye? Tudom. Hát, hogy tehát nem akarás részünkről, vagy nem akarás, teljesen más, amit úgy hívnak, hogy pénz. Anyagi háttere van, biztos. Viszont minden megoldható. Igen. Megvolt akkor a férfi. Foci. Mondjuk nagyon szeressük ezeket a természet tudományos adásokat, mert szoktuk nézni, nem az Erdélyi TV-t, igen, más adókból. Igen, vannak olyan adók, amik és vannak ugye a magyar szinkronnal, és azt nagyon-nagyon szeressük. És el tudja képzelni, hogy nálunk is esetleg több ilyen legyen. Bár vannak műsoraink, hál' Istennek a látogató például, vagy időszakos olyan műsoraink, más most hirtelen nem jut nekem eszembe. De... Ilyen erdélyi történetek, mondjuk régebb ugyebár voltak, most már kevésbé. Igen. Azok is nagyon jó műsorok voltak. Kaptunk. Igen. Úgyhogy akkor ezeket egy kicsit úgy átdolgozzunk. Így van. Csak ne tessenek szívre venni. Nem, hát mi kérdeztük úgy, hogy... László azt is említette, hogy szeretnek játszani, hogy kihasználnak minden lehetőséget, hogy a rejtvényfejtés, a hobbiuk, hogy az újságokból kivágják a megfelelő játékokat. Tehát, hogy a nyugdíjas éveiknek ez egyfajta szórakozása, kitöltése a szabadidejüknek. A másikon most több a szabad időnk ebből a szempontból, például az újságot azt állandó jelleggel jártatjuk a lépcsőházban, csak nekünk jár az újság, más senkinek. Tehát azt jelenti, hogy mindenki más fiatal és telefonon. Például játszottunk a Traversóban, az utazási irodában. Minden szelvint kivágtunk, elküldtük, és a végén nem busztak ki. Rosszul esett. De itt kellett játszani, mert itt ugye mi kihúzzák. Reményt nem veszítsük el, menjünk tovább. Pontosan, nagyon jó kell. Tulajdonképpen így van, a játék örömért játszik az ember, és azért az izgalomért, ami összenéri. Vagy azért, hogy rájön, hogy tudja a választ. Aki nem játszik, az nem nyer, pontosan. Az ember mondjuk vesz egy lotószervint, megveszem mondjuk pénteken. Péntek, szombat, vasárnap, mennyivel jobban tennek el a napok, vasárnap húzzák, hát a kiúznak pont engem. Pontosan. Hát nem igaz. Kértem egy sztorit is önöktől. Gondolkodtak rajta, hogy valami izgalmasat, valami érdekeset, bármivel kapcsolatban, amit úgy gondolják, hogy a nézőket hát is érdekelnék. Hát nagyon érdekes volt például a Traversóban, hogy nem húztak ki. Megoldotta László a helyzetet. Amit nagyon-nagyon vártunk, szerettünk volna mi is elmenni, de nem sikerült. Nem sikerült. De nem baj. Így van. A reményt még arra lennék kíváncsi, beszéltünk, hogy a nyugdíjas évekről. Én kíváncsi lennék amúgy, hogy mivel foglalkoztak, vagy mi volt a civil foglalkozásuk amúgy, hogyha megkérdezhetem. Hát például egész nyugodtan. A Batikonnál dolgoztam, szerelő lakatos voltam. Egész 2006-ig. És utána, miután eljött a végleges korhatár, utána jöttem rendes nyugdíjba. Voltam beszerzés egy vendéglőnél, 3,5 évet ott dolgoztam, hogy az évek nekem, hogy legyenek meg a 35-ös plafon, ami nagyon szükséges. Igen. Gizella? Én pedig a bőrgyárba dolgoztam 33 évet. Uh-huh. Na és 2014-től vagyok rendes nyugdíjas. Most pedig az unokák töltik ki az időnket. Hát ugye bár iskolások járnak. Igen, iskolások. Igen, bizony. Iskolások és... kell segítsük őket, hogy kivegyük az iskolából, hazavigyük. Tehát van programjuk, nem lustálkodnak délig. Nem szükséges minden nap, mert az anyatársak is besegítenek, úgyhogy minden másodiknak. Ez a szép, csak minden persze, hogy igen. És amíg épp egészségesek vagyunk, biztos, hogy fogjuk rendezni őket. Hát, és amúgy régen is játszottak? Tehát, hogy régen is megvolt a lehetőség, nem tudom, lottozni, bármi. Tehát, hogy úgy látom, hogy nagyon aktívak amúgy. Játszottunk, persze, igen. Tehát ez nem a nyugdíjas évek hozták a játékot. Ez mindig megvolt egy ilyen hobbi. A például a népújságból volt a 150-es, volt például a hunnek a élelmiszerkosár, azt is megnyertük a 150-let. És a lenkei gyógyszert, szóval a gyógyszer lerakatból, ott is nyertünk egy
Szóval azért összegyűl. Igen, összegyűl. László és Gizella, az üzenet szeretettelben vagyunk. Szoktak egyébként önök üzenni? Zenés üzenetet küldeni? Akár régen rádióba, akár itt nálunk. Éltek már ezzel a lehetőséggel? Hát régebb a rádióba, igen. Hát megmondom őszintén, az Erdélyi TV-ben még nem üzent. Mert hogy először megvárták, igen, hogy nyerjenek, ugye? Jó. És akkor most én itt élőben lehet majd üzenni. Itt élőben lehet üzenni. Igen, most felajánljuk a lehetőséget, hogy pótoljanak egyet a mulasztások. Hát lányunknak, vejünknek, két kis unokánknak, fiunknak, sok szeretettel. Az Erdélyi TV összes számára. Hú, ez igen, kész, lefette az egész évet, Gizella. László? Vagy hogyha még van esetleg, hogyha még... Nem, ennyi. Oké, köszönjük. László is találjon valakit. Focistársakat, vagy bárkit. Barátokat, hát, szomszédokat, bárkit. Már akik voltak a régiek, már mind elhaltak. Sajnos, de így van. Régen fénykorát érte az Ármáta. Így van. Így van, így van. Nagyon hálásak vagyunk, hogy bejöttek, és megosztották a kis örömüket velünk. Reméljük, hogy kedvet csináltunk, hogy reményt adtunk, hogy nem hiú reményt. Igazából azt, hogy lehet örülni, hogy bármikor bármi érhet bennünket, hogy a pozitív életszemlélet az hát megszépíti az ember mindennapjait. Hát az ületem, ez megvolt. Tehát így a játékkedv is megvolt, úgyhogy nem is az első nyeremény, úgyhogy én azt kívánom. Biztosan. Igen. Nagyon szép nyeremény. Én azt kívánom, a következő, hogy autó legyen. Aki divadara jó. Már megvolt a kocsár, megvolt a pénzben. Annyi kocsi van, hogy nem lehet parkolni. Akkor egy hajó vagy, egy repülőgép. Egészség legyen, és vidámság. Egészség. Én a tegnap direkt itt mentünk el, hogy nézzük meg körülbelül a 12-es szám, hogy hol van. Ma direkt nem jöttem kocsi, amikor láttam, hogy minden kapu be volt zárva. Ez a sztori, pedig bejöhetett volna az udvarra. Tehát, hogy tegnap eljöttek egy nappal a felvétel előtt megnézni. Csak hogy biztos legyen, hogy jó helyre kapogtatnak. Boldog új évet kívánunk. Nagyon önöknek. Szépen köszönjük. Köszönjük. Önöknek is. Köszönjük szépen. És nagyon szépen köszönjük az ajándékot. Szép volt, biztos. Amit az ember nem tud elfelejteni soha. Hál' Istennek. Köszönjük még egyszer.